Varul Dániel, miért üres a postaláda mostanában? Nem tudom, hogy mostanában miért üres a postaláda. Megy az ember oskolába, belekukkant, belenéz, se képes lap se levél. Postás bácsi, mondja drága, hol csatangol mostanában? Úgy ficsúrök, asszonykák, nekem kérem, azt mondták, mostanában másomódi, nem divat felfutni, lódni. Én hallgattam az intelmekre, felköltöztem az internetre. Untam is mellótni, futni, nek hát aztán tetszik tudni, délutánra általában átkozott túlfájtalában. Mert azelőtt minden háznál személyesen kintermettem, mostanában moccannom se kör, hogy itt lakok az internetben. Azóta a levelek nem hevernek kupacban, levél helyett üzenet, bélyek helyett kukac van. Látom, nem fáj, még ha fáj is, létezésem virtuális. A nevem is más lett, rám a régi név már nem illett. Nem hívnak már Gálnak, Pálnak, hanem hívnak Emilnek. Emil bácsi, tiszteletem, jöttem a tízzel velem. Jött Varó úr, izengettek, nem is tizen, tizenkettem. Írt a baba arcú démon, egy szívnek mi alvadékony. Sokat jelent a pár szó, írt a büdös pizsamázó. Írt a búspiros födör, kit szomjú fájdalom gyötör. Írt a híres pacot szár, írt a nagy zsiráfmadár. Írt a két kékszemű daliás Luk gróf, mind a két felemvazsolás kuglóf. Jöhet a szösz néne, igen ez ő, írt a devíza levelező, írt a csálé és az egyenes, egyik e-mail, másik SMS. Elefánt úr, s a többi állat. Egyet én írtam magának, mert múltkor a címzés kérem, rossz volt 10-ből 8 levélem. Elgépelte tiszta rosszat, azt a 8-at visszahoztam.